Ragyogó szép reggelt kívánok mindenkinek, nálunk gyönyörűen süt a nap, remélem jól látszom, jól hallatszom az éterben. Elkezdjük ezt a hetet is, és nagyon jó, mikor ilyen gyönyörű idővel tudjuk elkezdeni. Nálunk hatalmas hó van, szerintem mindenhol, nálatok is, majd esetleg kommenteljétek, hogy milyen az idő. És a lényeg az, hogy itt belül milyen idő van, vagy milyen idő lesz, remélem, hogy jó idő lesz, amikor ezt a tréninget is végighallgatjátok, és bennetek lesz jó idő. Na, mit is hoztam ma nektek? Nézem a puskámat. Hű, jó sok témát hoztam, nem tudom, hogy végig tudok-e haladni rajta. Elkezdjük azt valahogy. Ha nem bírok végighaladni, mert holnap megyünk tovább. Szia, Feri, közben láttam, hogy jöttök be. Jó, még megnézem, hogy a fölvétel az működik-e. Gyönyörűen megy. Oké, na. Még egyszer sziasztok! A múlt kori, tehát a pénteki tréninget folytatnám. Ez egy ilyen folytatásos úgymond tréning, ami hát az a cél ennek az egésznek, hogyha dolgozol online, tehát teremtesz online, akkor minden nap inspirációt tudjak neked nyújtani. Na most ma, mielőtt elkezdeném a tréninget, szeretnélek benneteket egy bizonyos dologra felhívni. Tehát amikor valaki teremt online, akkor valamilyen platformot használ, ugye? Tehát főleg az okosak rendszereket használnak. Na most ez a rendszer soknál megtalálható, tehát sok ilyen tréninget látok, most is lesz Budapesten ilyen ingyenes nagy képzés, valamelyik cég rendezésében, sok-sok előadóval, és nagyon jó, hogy fiatalokat látok főleg így előadni. De a lényeg az, nézem mindig, hogy ők is mit csinálnak, nézem az amerikaiakat, hogy ők hogyan csinálják, és tulajdonképpen a rendszer az mindenkinél hasonló, tehát ugyanúgy vannak hírlevelek, webkonfig, elkapó oldalak, meg mindenféle dolog, most nem akarom felsorolni, de tulajdonképpen az eszközök azok hasonlóak. És azon gondolkoztam ma egy picit így, csak úgy érintem azt, hogy mi mivel vagyunk másabbak. Tehát mindig az a lényeg, amikor te is majd a te saját cégedet úgymond reklámozod, akkor ne azt mondod, hogy te vagy a legjobb, hanem azt mondod, hogy mivel vagy különb. Tehát én azt látom, hogy nálunk, ami igen-igen nagyon nagy különbség az, hogy például weboldalak tekintetében, ha már építünk weboldalt, akkor pénzt is kapjunk érte, hogyha hasonlóan más is az ajánlásunk alapján épít weboldalt. Nem tudom, ez szerintetek jó dolog-e. Tehát tudod, hogy építed az oldalad, tudod, hogy rakosgatod össze, tehát építkezést csinálsz, és még ezzel is tulajdonképpen teremthetsz, hogyha megmutatod másnak, hogy ő hogyan tudja építeni a saját üzletét. Ez nekem egy nagyon komoly felismerés volt 4 évvel ezelőtt, mert arra jöttem rá, amíg építgettem a különböző ingyenes oldalakat, hogy ők nem hogy segítettek volna ezek a platformok, hanem inkább bepróbálkoztak, illetve betettek nekem, és hát ugye sokszor mondtam nektek, hogy hát volt, amikor eltűntek különböző blogspot oldalaim, vagy a Weebly-nél, amikor csináltam az ingyenes oldalakat, eltűntek az oldalak. Itt viszont a WordPress-nél, és most már látom, hogy a WordPress az, ami a jövő, úgymond platformja, írjatok ide, hogyha esetleg nem értetek vele egyet, vagy ha igen, és ezen belül is tulajdonképpen különböző ilyen applikációk, meg beintegrálható dolgok, mint például az Elementor, ez a jövő, maga a platform. És akkor hogy jön ide a GVO, ugye, amivel mi foglalkozunk? Hát úgy, hogy itt megtanulhatod a WordPress szerkesztés alapjait, főleg a blogolást, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hangsúlyozom, nem muszáj, hogyha akarsz teremteni, csak nagyon jó dolog, mert egy ilyen Aladdin csodalámpát gyártunk tulajdonképpen. De a GVO-nak a Pure Privilege ajánlatával föl tudod magad, úgymond egy ilyen brandet tudsz építeni, illetve meg tudod az alapokat tanulni, szépen óvatosan. Ez
mennyi az idő, körülbelül 90 nap úgy tapasztalatban mondom, míg az egész rendszert úgy elsajátítják az emberek. És utána van egy következő lépés, ugye a host and profit, amiben már ugye saját domain nevet tudsz vásárolni, és akkor illetve kezdve már a brand, ugye gondolom tudjátok mi ez a brand, vagy brand építés, mint nálam is az online teremtés. Ez egy brand, tehát most itt megállok egy picit, te is találd ki a saját brand nevet, hogy mit szeretnél érdemes, mert utána, ha mindig szerepel a különböző bejegyzésekbe, oldalakba, domain nevedbe ez a név, akkor gyorsabban megtalálnak majd. De majd ez erről később, ez ugye technika. Visszatérve, hogy a különbségre. Maga a kommunikáció, amit mi tanítunk tulajdonképpen, illetve rávezetünk embereket a kommunikációra, szerintem ez egyedülálló. Azért mondom, hogy egyedülálló, mert nagyon-nagyon komolyan networkerek találták ki, hogy hogyan kell networkerekkel kommunikálni. Ez engem teljesen meglepett, mert eddig mindig olyanoktól tanultam, akik nem voltak networkerek. Tehát magyarul olyan, mintha egy péktől szerettem volna megtanulni, hogy hogyan hozzak be mondjuk az üzletembe embereket. Hát valami fogalma lehet, hogy van a péknek, de hogy nem tudja, az biztos. Legalábbis nem úgy tudja, mint egy networker. Tehát ezt a munkát, amit mi csinálunk, főleg networkereknek kommunikáljuk, és ez is egy nagy felismerés volt számomra, hogy nagyon-nagyon sok network cég van itt a világon, Magyarországon, stb. Sőt, amíg én beszélek hozzátok, hát esetleg írjatok ide egy számot, szerintem Debrecen Zoli barátom ma nézi, ő azért figyelemmel kíséri ezeket, hogy amíg én most beszélek, hány network cég ad egy újabbnál újabb ajánlatot. Hát azért elég sokan biztos is. Ugye ezeknek a network cégeknek a disztribútorai pedig szeretnének sok embert beregisztrálni az üzletbe, de nem tudják, hogy hogyan kell. Aztán nem is beszélve arról, hogy nem tudják, hogy online hogyan kell. Most már egyre több cég felismerte ezt tulajdonképpen, hogy a disztribútoroknak szükségük van egy saját weboldalra, ezért gyártanak úgymond klón weboldalakat, tehát gondolom, ha te is benne vagy valamilyen cégnél, akkor neked is van egy saját ilyen információs oldal. Én úgy hívom, hogy klón oldal, mert ugyanaz, mint a nagy céges oldal, csak a te linkjeiddel vannak ellátva. Nálunk is van ilyen. De attól még a disztribútoroknak oda kell az irányítást, tehát a forgalmat irányítani, mert attól még, ugye sokszor mondom, nem fog működni, önműködően a dolog. Amit mi csinálunk ugye a kapu oldalakkal, ugye az irányítás, a forgalom irányítást, ezzel különbek vagyunk tulajdonképpen, mint egy olyan cég, akinek van saját weboldala, és akkor hát ott valami történik. Általában nem sok minden szokott történni, mert ennek a linkjeit szokták különböző helyekre bedobálni. Láttam, hogy fejlesztenek a cégek, tehát már van olyan cég, ami saját, úgymond ilyen blogoldalt is ad a disztribútoroknak, és valamilyen módon megmutatja, hogy hogyan kell ebbe kommunikálni, tehát ez már jó előrelépés, csak még mindig van egy olyan macera, ami nálunk egy kicsit másabb, hogy az egy lábon állást úgymond erőltetik. Nem tudom, hogy te mennyire értesz ezzel egyet, hogy most beleállsz egybe, és akkor azt nyomod, amivel semmi gond nincs. Tehát a fókusz az mindig egyen van. Nálam is látjátok, hogy oké, hogy árulok én is az interneten különböző termékeket, de a fókusz az ugye a Pure Revelation kommunikációs eszközöknek a forgalmazása és tanítása tulajdonképpen. De látjátok, én se olyan, hogy mindenbe benne, holott sok mindent árulok, csak lehet, hogy ti nem látjátok, megrendelések folyamatosan jönnek, de a fókusz az mindig egyen van. De ha valaki csak egy dolgot épít a mai világban, szerintem öngyilkosság. Miért mondom ezt? Te egy tapasztalatból, én is voltam úgy, hogy életem a vérem is 16 évig, és nem tudtak letéríteni az útról, hát meg is lett az eredménye, hirtelen
amikor kirántották alólam a szőnyeget, ott álltam, hogy nem tudtam fizetni a rezsiket, nem tudtam fizetni a törlesztéseimet, stb. Stb. És igen, megéreztem a gazdasági válságot. Bár akkor mondták volna nekem ezt a lehetőséget, mert ragyogóan át tudtam volna siklani a problémákból. Tehát tudtam volna egy megoldást. Így a saját káromon tanulva, és ezért mondom nektek, hogy okuljatok az én káromból, vagy tapasztalatomból, több lábon kell, hogy álljatok, de profin kell ezt csinálni. Tehát nem úgy van, hogy mindent, és akkor majd választ valaki belőle. Tehát, ez nem, tehát mi nem ezt tanítjuk, nem véletlenül félreértsétek, csak azt, hogy a külön réspiacnak külön weboldalakat fölállítva külön-külön tudunk kommunikálni, egymást nem sérítve tulajdonképpen. A mi oldalainkon tulajdonképpen meg lehet azt csinálni, és ez nagyon tetszik nekem, hogy neked van egy céged, amit megmutatunk, hogy hogy kell kommunikálni, hogy kell menedzselni. Mellé be tudod tenni azt, hogy építsd üzleted online, mert ez nem üti a kettő egymást. Tehát tulajdonképpen én, amikor erre rájöttem, és láttam azt, hogy igenis működik ez a dolog, akkor így föllélegeztem, mert jaj, de jó, mondom, ez másnak is lehet, ez megoldás. Tudjátok? Na most én azért beszélek erről, és folyamatosan mindig minden irányból meg fogom ezt közelíteni, és mondom majd reggelente, mert számomra ez a jövő, ez jelenti a jövőt, hogy egyre több réspiacnak egyre több rendszert fölállítani, és szó szerint robotokat építünk. Tehát ez a robotok, idézőjelben robotok, olyan robotok, amik tulajdonképpen önmaguktól letájékoztatják az embereket, érdeklődőket vonzanak be, és ezek az érdeklődők önműködően tudnak regisztrálni, és önműködően tudjuk őket ugye behozni és megtartani, tehát a vevőgondozást is önműködően tudjuk. És erre nagyon jó példák vannak ma, ugye kettő disztribútorom hívott föl, azt mondja az egyik, hogy te fiú, már hát de honnan tudod, hogy hozzám beregisztráltak, mert én nálam még nem jelent meg, mondom, figyelj, nagyon egyszerű, a szponzornak hamarabb elküldi a rendszer a regisztráltat, vár egy picit, egy-két órát, frissítik a rendszert, és meg fogod látni, ott lesz nálad is, ugye, akit már beregisztráltál, és nem is tudsz, hogy beregisztráltad, mert önműködően regisztrált. És mi történt? Csörög a telefon, hogy ilyen 20 perc múlva, Vili, tényleg, megjött. Önműködően. És mondom, most mit csodálkozol ezen? Hát ezt mondom, ezt nyomjuk. Persze, hát felállítottad a rendszert, mennek ki a hírlevelek, feliratkoztak hozzád, aztán be is regisztráltak. Miért? Mert bíznak benned. Jó, mondja a disztribútorom, imádom, és kész, és néha még sokan nem hiszik el ezt, hogy ez ennyire egyszerű, túlságosan túlbonyolítják. Úgyhogy működik a rendszer, ezért különbek is vagyunk, már úgy mondom, hogy kimagaslunk ugye a tömegből, és innentől kezdve, ha még fizetnek is ezért, tehát írjatok ide, hogy ez jó vagy nem jó. Hangsúlyozom, olyan ember áll előttetek, most, hogy ül előttetek, aki a másik táborból jött, a szkeptikus táborból, aki azt mondta, hogy internet nem, csak a személyes. Tehát tizenvalány évig győzködtek, mire rájöttem a saját káromból a francba, mégiscsak igazuk van ezeknek az online marketereknek. Értitek? Na most, amikor az ember ugye felállítja a rendszert, megtanulja, hogy hogyan kell, akkor én mindig azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a tanulási idő alatt is nyugodt legyen a kezdő ember, a disztribútor. Írjatok már ide, légy szíves, kommentet, hogy ugye van az a jelenség, hogy mondjuk beregisztrálsz egy üzletbe, mondjuk dolgozol valamilyen biztos állásnak tűnő dologba, beregisztráltál egy céghez, mert több pénzt akarsz, és akkor rögtön jönnek azok a dolgok, hogy vajon ezt én meg tudom-e csinálni, meg tudom-e tanítani másoknak ezt, egyáltalán működni fog-e ez, és van egy pici bizonytalanság érzetet, hogy hát elmondtam egy pár embernek, nemet mondott egy pár, jó, egy-két regisztráció volt, de hogyan tovább? Mert ugye a kezdeti
lelkesedés, az nagyon gyorsan le tud menni, a hepe az hupává tud alakulni akkor, amikor kapod a nemeket. És én mindig azon gondolkoztam, és látom a mestereim is azt csinálták, hogy ahogy beregisztrál valaki, legyen egy nyugodtság érzet. Hogyan lehet ezt elérni? Kíváncsiak vagytok? Elmondjam. Tehát tegyük föl, te beregisztrálsz. Van egy lelkes tudatállapotod, hogy milyen jó, most tényleg ez úgy néz ki, hogy ez frankol, ez a te üzleted, működni fog, milyen jó, hogy kettő legyet tudsz egy csapásra ütni, hogy menedzseled a saját cégedet, meg még tudsz ugye a továbbajánlásból is pénzt úgymond kreálni, hát ez egy jó dolog. Na most ezt a lelkesedést nagyon gyorsan tovább kell vinni, úgy, ahogy már egy pár ezt gyakoroljátok, hogy rögtön azzal a lendülettel azokat az embereket nyugodtan megkeresheted, akik eddig bíztak benned, tehát mi soha nem azt mondjuk, hogy ne telefonálj, hanem azt mondjuk, hogy a nem emberekkel, azokkal az emberekkel, akik úgymond idézelben ostobák, azokkal ne beszélj. De mindenkinek van egy 2-3 ismerőse, legyen 4, akivel meg tudja osztani azt, hogy figyelj, eddig volt egy probléma, az, hogy beléptem egy céghez, és akkor nem tudtam úgy kommunikálni, nem tudtam online, volt egy csomó ilyen macera, most ez megoldódva látszik, gyere, nézd már meg, hú, ez annyira jó, nézd meg ezt a videót, gyere el tréningre, mert úgy néz ki, hogy én ezt csinálni fogom, gyere, csináljuk együtt. Tehát ez az együtt gondolkozás, én mindig ezt, én is úgy tanultam egy mestertől, hogy gondolkozzunk együtt, hogy figyelj, ez jó lesz majd nekünk, figyelj csak, és egy 3-4 emberrel ezt meg tudod tenni. Tehát amikor beregisztrálsz valakit, vagy te beregisztráltál, rögtön egy 4 ember, mondtam egy számot, 4 emberre, minél hamarabb hozd be. És ezt úgy tudod behozni, hogy avval a lelkesedéssel, ami még akkor megvan, és ezt fönn fogjuk tartani, majd mindjárt megmondom, hogy hogyan, ez rá fog ragadni arra az emberre, akivel együtt fogsz dolgozni. És tudjátok, mi történik? Tapasztalatból mondom, egy nyugalmi állapot fog történni, illetve egy izgatott nyugalmi állapot, és az izgatottság az nem azért van, hogy hát jó, most beregisztráltam, de akkor hogy is megy ez tovább, hanem beregisztráltam, és ez most szuper lesz, itt vannak az oktatóanyagok, tanulunk, de közben pénzt is csinálunk, ez egy izgatottsági nyugalmi állapot, izgatott nyugalmi állapotot eredményez. Gondolom tudjátok, hogy mit akarok ebben sugallani. Na most mindig nézzétek meg azt, hogy amikor beléptek valamilyen céghez, hogyan lehet nagyon gyorsan nullszaldósra kihozni. Hogyha ezt meg tudod teremteni pár napon belül a beregisztrált emberednél, na akkor ő meg fog maradni, és nagyon gyorsan ugyanez másolódik tovább. Szenzációs felismerés volt számomra. Persze mindig lesznek olyanok, akik ellene mennek ennek a dolognak, meg mindent elkövetnek arra azért, hogy esetleg annak a 3-4 embernek ne kelljen szólni, meg tehát mindent elkövetnek, és persze, hogy húzódik az a nullszaldóra való kilövés, és ez problémát okozhat. Na most erre van egy nagyon jó módszer, amit én is csinálok, hogy nem hagyod magára az emberedet, hanem elhozod egy online tréningre, mint például erre a reggeli tréningre, és már rögtön küldöd ki neki a napi információt hírlevélbe. Tehát magyarul használod a rendszernek a szerkezetét, a küllőit, inkább úgy szoktam mondani, hogy a kerék az tudjon menni, hogyha a küllőket tudod alkalmazni, vagy használni. És ugye maga a hírlevél, amire most egy picit rátérek, ez arra jó, hogy egy, a föliratkozódat elkezded nem győzködni, mert rossz kifejezés, hanem egy bizalmi hidat építesz a feliratkozód felé, és amikor már beregisztrált, akkor marad ez a bizalomépítés, folyamatosan ugye mennek ki a hírlevelek, és különböző infokkal letájékoztatják a disztribútorokat. Na most, ez még mindig nem elég, illetve elég lenne akkor,
ha a disztribútorok meg is néznék a videókat, meg a különböző leveleket. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindig mondjátok el, amikor beregisztráltok valakit, vagy akár a hírlevélbe, ugyan most én a videóban elmondom, ezt ki akarom küldeni, majd ma ti is meg fogjátok kapni, hogyha feliratkoztok hozzám, hogy legyen az emberetek ráépítve minél hamarabb a rendszerbe. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ha nem a rendszeren vannak az emberek, vagy csak egy picikét érintik meg az információk, akkor vagy nem fog beregisztrálni, vagy ha bár beregisztrált, akkor ugyanolyan slunga ki is regisztrál. Ugye nálunk van egy ugye egy hónapos ilyen visszafizetési garancia, ami jó is, meg nem is jó. Tehát a jó az az benne, hogy van időnk egy hónapig úgymond gondolkozni rajta, hogy ez a miénk ez az üzlet, illetve ez a nem jó benne, hogy van időn gondolkozni. A jó benne pedig az, hogy tudjuk, és főleg nekünk jó, akik beregisztrálunk embereket, hogy van egy hónapunk, hogy bebetonozzuk azt az embert, aki beregisztrál hozzánk, hogy eszébe se jusson, ő kiregisztrál, és egyetlen egy mód van, ha neki nem fáj az, hogy a következő havi díjat fizetni kell. Akkor nem fog ki regisztrálni. Minek regisztrálnak ki? Mert egy nem kell érte fizetni, tehát kell, csak nem fáj, mert ugye a jutalékból ki tudja fizetni. A másik pedig az, hogy építi föl az ő saját brandjét a mi segítségünkkel, és idejövünk mi szponzorok, hogy igenis segítenünk kell, mind személyesen, mind, hogyha okos vagy weboldaladdal, ami letájékoztatja folyamatosan, hogy kell építeni a brandet, mert ha fölépítesz egy brandet, tehát például én biztos nem fogom megszüntetni a weboldalamat, ha már egyszer fölépítettem, hát még akkor is, hogyha kihullanának a disztribútorokat, tehát ha fizetnem kell 25 dollár havonta érte, még akkor se, mert egyszer már fölépítettem. Mi a francnak ütném ki saját magam alól a jó menő dolgot, amikor ez már egyszer föl van építve. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, hogy hát írd ide nyugodtan kommentbe, hogyha fölépítesz egy brandet, akkor most nem ér az meg neked 25 dollárt havonta. Ha amit hangsúlyozok, nem fáj kifizetni, mert a jutalékból ki fogod tudni fizetni, ha jól csinálod. Ezért kell jól megtanulni. És itt megállok egy picit. És tényleg írjatok már ide be kommentbe, hogy te mennyire gondolod ezt komolyan. Hogy hát ezt csinálgatom, hát úgy jó dolognak tűnik, vagy ezt csinálom, ezt megcsinálom, és ezt megtanulom, és elhiszem, hogy ez egy szakma, ami nem megy egyik napról a másikra, viszont ha ugye elindulsz, és mi megcsináljuk gyorsan a blog oldaladat, és elkezdesz blogolni, és blogolni kell először megtanulni, tehát nem oldalakat készíteni, meg különböző widgeteket, hanem blogolni. A blogolás az nem más, mint bizalom, kiépítés, tudomány. Ezt írjátok már föl, mert akkor lehet, hogy más szemmel fogjátok nézni a blogolást. Bizalom, kiépítésnek a tudománya a blogolás. Mert kiírod magadból a te világnézetedet, és oda teszed, eljut ez a feliratkozóig, illetve a feliratkozott munkatársak, vagy társak, inkább úgy mondom, meg megkapják folyamatosan a te nézetedet, és mindig ez legyen szem előtt, a bizalom kiépítés. Bizalom, 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 bizalom. Ezt írd föl magadnak, tedd oda a komputered mellé, vagy tedd ki ezt a szót így a screensaver-be, tehát így legyen kint állandóan szem előtt, mert be fog égni, hogy megtettem én ma mindent, hogy a bizalmat azt kiépítsem. És most megkérdezem, itt van azt mondja, Talata János barátom, szerinted én most így bizalmat építek felét, hogy mondjuk ezt a tréninget csinálom, vagy Valika, írd ide, hogy szerinted adok valami olyan infót, amivel esetleg holnap is eljössz a tréningre, hogy hát, ha valami hónap is lesz csak egy mondat, ami, tehát vastagítom a bizalmi hidat, vagy Skoda Marikától kérdezem, vagy bármelyik kötöknél, Marianna, vagy itt van Tóth Csabi, ugye, aki annak idején a Herbalife-ban volt
társhálózatunkba, hogy adok valami olyat, ami esetleg egy mondat legalább előrébb viszi az életedet? Tehát írjatok ide kommentbe, mert hogyha igen, akkor végzem jól a melómat is. Neked is ez a feladatod, hogy gondolkozz el azon ma, ugye hétfő van, hogy hát tényleg építem én a bizalmat, vagy csak úgy odadobom a regisztrációs linket, hogy gyere, regisztrálj be, hát soha nem fog beregisztrálni, hanem adj valami többet, mint amennyit elvársz, vagy elvárnának tőled. Tehát én például most próbálok nektek úgy kommunikálni, hogy valami olyat adjak, amit lehet, hogy még eddig nem adtam. Hogy csináltam már, épp néztem, 724 videót csináltam a múlt évben, de szerintem így még nem mondtam el sose, mint ahogy most. Tehát többet próbálok adni, mint ameddig eddig adtam. Mindig azon jár az eszem, hogy mivel tudnálak benneteket szolgálni. És nektek is ez, hogyha komolyan gondolod, hogy most egy picit gondolkoz azon, hogy mit kéne ma kommunikálnom a leendő vásárlóknak, meg a már beregisztrált vásárlóknak, hogy mit lehetne, amivel oda tudom szögezni a figyelmüket, amivel meg tudom teremteni azt, hogy a következő tréningre is eljöjjenek, hogy a következő videót is megnézzék, a következő blogoldal, és elolvassák, várják, hogy mi az, amit te nyújtani tudsz, hogy ők előrébb tudjanak lépni. És ez egy olyan titok, amikor én rájöttem erre, akkor rögtön azon gondolkoztam, hogy te jó ég, 10 évet elpazaroltam azzal, hogy nem ezt tettem előtérbe. Mert minél többet tettem volna a bizalomképítés stratégiáját, minél jobban ezt tettem volna előtérbe, annál jobban megtartottam volna azokat a kapcsolatokat, amik közül egy pár azért ment tönkre, mert eljátszottam a bizalmat. Értitek? Hogy ahogy így öregszik az ember, ahogy sok-sok felismerés alapján mindig megy előrébb, jut ilyen felismerésekre, hogy a francba olyan sok mellék dolgot csinál az ember, ahelyett, hogy a bizalmat építeni elsősorban ki az embereknél. És innentől kezdve tök mindegy, hogy mit árulsz. Lehet ez táplálékkiegészítő, pénzügyi konstrukció, vagy akármi. Az, hogyha te jól kommunikálsz, meg fogják venni tőled. Azért, mert te azt mondod, hogy az jó. És mindenki erre vágyik, hogy jönnek, mennek ezek a nagy network cégek, de ha valamibe beállsz, és azt elkezded úgy kommunikálni, hogy elérd azt, hogy nem mástól vegyék meg, hanem tőled vegyék meg. Nem mástól vegyék meg a terméket, hanem tőled vegyék meg. Ezt csak akkor tudod, ha kiépíted jó ezt a bizalmat. Oké? Tehát most kicsit jó körbejártam ezt a bizalomképítés stratégiáját. Ennek a címe az, ugye egy vevőszerzés, vevőgondozás napi rutin. Azt nézem, hogy emmel vagy ennel írtam, ennel jó. És ugye a végére tettem a csattanót, hogy ezt nem elég egyszer csinálni. Tehát, hogyha most csinálsz egy ütős videót, vagy egy ütős blogot, akkor azt meg kell csinálni hónap is. Meg hónap után is. Ez a rossz hír, hogy eleinte ezt csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell. Először egy picit olyan kényszernek tűnik, úgy van, megint le kell ülni, meg kell csinálni valamit. De ez így idő után, amikor jönnek az áldások, akkor átfordul szenvedélyé. Na, akkor vagy benne az üzletben, tehát nem a nemek után vagy benne az üzletben, hanem akkor, amikor átfordul ez szenvedélyé, amikor úgy tudod ezt mondani, mint ahogy én próbálom, hogy úgy fölrobbanja az egész net, hogy ez mennyire jó dolog, ha jól tudsz kommunikálni. És legyen ez a napi rutinban benne. Tehát írnod kell egy ilyen körülbelüli napi rendet, amit ha esik, ha fúj, azt mindig betartod. Ugye a párom, a Tündi, ő egy ilyen bölcsibe dolgozik. És ő mondja, hogy egy napi órarend van a gyerekeknek,
mert másképp nem lehet őket kordába tartani, mert szanaszéjjel mennének. És megvan az, hogy ekkor ezt kell csinálni, ekkor ezt kell, és én elcsodálkoztam teljesen, hogy azokat a gyerekeket, akiket még pelenkázni kell, már rá lehet szoktatni egy bizonyos ilyen rutinra, egy napi rutinra. És igen, mert másképp nem lehet őket kordába tartani. Na most, mi ebből a tanulság? Hát az a tanulság, hogy magadat se tudod kordába tartani, ha nincs egy napi rended. Most tudom, hogy rosszul esik, mert ugye azt mondják, hogy a szabadság üzlete meg minden. Igen. De a napi rendbe rendszerességgel meg kell tenni egy pár olyan dolgot, amit ha nem teszel meg, akkor nem fog működni. Az más dolog, hogy maguk a rendszerek, ezek majd végzik helyetted a dolgokat, de először az első 90 napban meg főleg meg kell csinálnod, amit meg kell csinálnod, ugye a napi blogokat, meg az elkapókat, stb. Tehát meg kell csinálnod. Építsd be a napi munkarendbe a kommunikációt, a blogírást, az online tanulást, tehát ez legyen napi szint. Írj magadnak egy ilyen órarendet. Kíváncsiak vagy, hogy az enyém az hogy néz ki így? Elmondom nektek, 4 órakor kelek, 3, 3:30 fele. Nem azért, mert muszáj, hanem mert így alakult ki a bioritmusom. És abban a pillanatban bekapcsolok egy hanganyagot, amivel egy óvatosba fölébredek. Közben megcsinálom a meditációs gyakorlataimat, meg a nyújtást. Minden reggel nyújtok. Fél lótuszban, és akkor szépen így kinyújtom a gerincemet, meg tehát gyakorlatokat végzek, és a szellemet, meg a testemet művelem. És mire odaér a dolog, hogy 9 óra, akkorára már egy csomó napi rutin megcsináltam. 9 óra beülök ide, megcsinálom a tréninget, ez 9-től 10-ig körülbelül ez meg is történik, és avval a lendülettel már ezt a videót, ami elkészül, föl is töltem, ugye YouTube-ra, és ugye látjátok itt a Facebookon. Megírom, hogy miről szólt a videó, és innentől kezdve, míg föltölti a YouTube-ra a videót, addigra én meg is írom a blogot, be van téve az oldalamra, és avval lendületen már a hírlevél küldő rendszerben benne is van, és küldöm ki. Tehát ez körülbelül 11-ig megvan. 11-től van az, hogy ugye kezdek veletek beszélgetni, és ez eltart olyan 2 óráig. 2 órától 4-ig, 4:30-ig edzés, kondi vagy kaja, és utána engem ne zaklasson senki. Tehát utána vannak a VIP cuccok és család. És ez így megy. És ha hiszitek, hanem ez nálam nagyon jó bevált rutin, és nagyon érdekes, ha valamelyik lemarad, nem úgy működik, ahogy én szerettem volna, hiányérzetem van a nap végén, és vagy aznap, de másnap mindenképpen bepótolom azt, amit esetleg így elmaradt volna. Vannak a hétvégék, amikor egy kicsit úgy lazább a dolog, de akkor valamelyikből többet csinálok. Vagy edzésből, például olyan 3 óra hosszás edzésem volt, vagy valami, vagy a családdal általában. Tehát, értitek? Tehát ki kell egy napi rutint így magadnak úgy ásni. És hát van egy rossz hírem, amikor nem ásod ki magadnak a napi rutint, majd kiássa maga helyettetek valaki. És akkor észreveszed, hogy megmondják, hogy te most mikor kelj föl, mikor ülj föl a villamosra, vagy a buszra, vagy a kocsiba, mikor menj be a munkahelyedre, ott mit csinálj, aztán meddig csináld, aztán mikor túlórázzál, és észreveszed, hogy egy rabszolga vagy. Addig, ameddig nem szúr a szög, úgyis ez lesz. Nincs ezzel se semmi gond, csak nem kell sírni. És amikor annyira szúr a szög, hogy azt mondod, hogy az jobb lenne, ha én találnám ki a napi rutint, de akkor kezdenek az emberek kicsit fölébredni, és akkor elkezdeni, hogy hogyan kellene teremteni, akár online vagy offline. És ennek az egyik titka az, hogy te saját magad csináld meg a napi rutinodat.
Na ehhez adunk mi segítséget, hogyha elfogadjátok tőlünk. Úgyhogy ennyi lett volna ez a reggeli tréning, új de viszket az órom, remélem nem ér bosszúság. És innentől kezdve gondolkozzatok egy picit el, írjátok össze a napi rutint, kezdjétek el a melót, aki már ezt tudja, az meg még magasabb szintre, és mindig kérdéssel, hogy hogyan lehetne még jobban az embereket szolgálni ezzel a tevékenységgel, amit mi csinálunk, vagy te csinálsz. Ez minden nap legyen kérdés. Ezt is fölírni a falra, vagy valahol mindig lássátok. Úgyhogy ennyi lett volna a reggeli tréning, remélem tudtam segíteni, és ha tetszett, osszátok meg ezt a videót, ha nem tetszett, akkor is, hát ha el tudunk jutni valakinek, csak egyetlen egy szó is már segít, akkor már jó, hogy ma reggel fölkeltünk. Sziasztok, a Teremtő Erő legyen veletek, és holnap ugyanebben az időben találkozunk.